Szombaton egy szakcég munkatársai vágta ki egy öreg juharfát az úttest mellől, szintén a múlt héten a Betlen lakótelepen egy vadcseresznyefát távolítottak el. Mindkét esetben a lakó kérésére cselekedett a polgármesteri hivatal. Minden fa kivágásáról egy szakbizottság dönt, miután szemrevételezték a növényt. Ez a juharfa veszélyeztette a közelben levő ingatlant, de a nagyobb, magas autók is gyakran elérték, ezért döntöttek a kivágás mellett. Jó tudni, hogy sem közterületen, sem magánbirtokon nem szabad önkényesen fákat kivágni, amennyiben a közterületen ilyen cselekedetet hajt végre valaki, büntethető. A vonatkozó tanács határozat szerint a magánszemélyek 1000, a cégek pedig 2500 lejes bírságra sújthatók. Kelemen Klára, a polgármester hivatal városgazdálkodási osztályának munkatársa felhívta a figyelmet, hogy megjelent egy friss törvény, ami a fakivágásokat szabályozza. Ennek értelmében, ha valaki közterületen távolétel engedély nélkül egy fát, akár 40 ezer lejre is büntethető. A veszélyesnek ítélt fákat egy bizottsággal megnézzük, polgármesteri rendelettel kinevezett bizottság a helyszínen megnézi, meg lehet-e menteni, vagy szükséges a teljes kivágása azoknak a fáknak. A városháza tervei között nem szerepel több fa kivágása, a következő időszakban egy szakcég a növények metszését kezdi el, a parkokban és az útszéli fákon végzik a tavaszi munkálatokat, ez a lakó negyedekben a helyiek feladata.